25 évvel ezelőtt Ciráki Viktor gyerekkori barátaival együtt kezdte el felépíteni saját kis világát, ami már az otthona lett. 82-ben itt úgy kezdtük, hogy olyant építsünk, ami az akkori embereknek a valamilyen háza lehetett, akiknek itt szedtük össze a leleteit, idézőjelbe patintott kövek, meg mindenféle aprólék, csontdarabkák, csonteszközök, cserép, mindenféle. Ez az őrlőkő maradványok, vagy őrlőkövek. És akkor elkezdtünk így régészeti, rekonstrukciós rajzok alapján házakat építeni. Járfás Lajos az egyetlen, aki megmaradt abból a gyerekkori csapatból, valaki kinőtt az ősemberesdiből, mondja nevetve. Új-Szkítiában nem csak egy kor található meg konkrétan, Harmóniában él együtt a felső paleolit kortól az államalapításig több időszak. Időutazásra többen vállalkoznak, akik ilyen sátrakban töltik éjszakáikat, mert hogy a házak a törzs tagjaié, akik három dolgos év után építettek maguknak kuckót, mert hogy itt a napok nem semmit tevéssel telnek el. Rengeteg munka van reggel 9-től délig, aztán 4-től 7-ig. Akkor építkezünk, vagy akkor csinálunk olyan dolgokat, ami ilyen nagyobb lélegzetű dolog, amihez több ember kell. Sarat tapasztanak, így készült például ez a szobafal is, amit most hagyni kell száradni. Ez a 12 méter átmérőjű épület lesz a törzsi közösségi ház, amit még évekig építenek. Ha lesz egy kis szabad idejük, akkor itt ülnek lepipázni, ahogy azt ott jártunkkor is tették a vének, így hívják ugyanis magukat, akik egykor még névadó szertartásokat is tartottak. Azt ki kellett érdemelni, hogy valaki megkapja. Tehát azhoz valamit le kellett tenni az asztalra. Elvégezte megfelelő munkát, megfelelő évek alatt, törzs vénei, és még aki nincs itt, összeültek, és egy rá jellemző nevet kitaláltak. De az újaknak már nem kell olyan próbatételeket végigcsinálniuk, mint amilyeneket a vének végeztek, amolyan túlélő gyakorlatokat találtak ki egymásnak. Környező erdőkbe, hosszabb, rövidebb túrák, hetelés. Úgyhogy elfogy minden kaja. Megoldottuk. 2 napig szedren étünk. Lajos mellett az az izgága fiúcska a fia. Attilát gyerekkora óta magával hozza édesapja a telepre. Voltam itt, amikor 3 éves voltam, 4 évesen, 5 évesen. Most még nem vagyok hivatalosan 7, de majd szeptember 16-án az leszek hivatalosan. 7 éves. Nos, a hivatalosan még nem 7 éves fiatalember soha nem unatkozik Új-Szkítiában. Apa szokott ott fönt ijászkodni, mert van ilyen cél is. Meg... Te is kipróbáltad már ezeket? Igen, Dombován a szüneti felvonulásba, akkor lőttem, átlőtte a céltábla fölött, annyira kifeszítettem. Nem tudtam már, hogy mennyire kéne. Ezért túlfeszítettem, ezért, és nem a célba találtam. De egyébként jó lövés volt, mert a céltábla fölött simán át tudtam lőni. Attilát idegenvezetőnként neveztük ki, és bejártuk vele az egész telepet. Megmutatta nekünk az istálót, annak falállógó nyergeket, amiket itt készítettek a telepen saját kezülek. Aztán az iparos műhelyek felé vettük az irányt, itt van például a fazekas korongos építmény. Ez alatt a féltető alatt egy íjas kőfúrót találtunk, az ősember valami hasonlóval fúrta ki kőbaltáit. Attilát közben riporterré léptettük elő. Így, ilyen mozdulatokkal. Körülbelül 8 óra alatt egy ilyen kőbaltát ki lehetett vele fúrni. Ezen az asztalon pedig az a gyűjtemény található, melyeket az elmúlt 25 év alatt itt találtak. Van, aki több ezer éves leletek is, cserepek, illetve használati tárgyak darabjai. Itt ezen a szélvédett helyen gyűlnek össze esténként a falu lakói, tüzet gyújtanak és beszélgetnek. Majd ha elfáradtak, mindenki visszavonul a maga kis kuckójába. Ez a törzsi orvosé, aki egyébként privát életében traumatológusként dolgozik. A dolgos hétköznapok elől azonban ide menekül, pedig itt sem lehet tétlenkedni. Keményen melózunk, az tény, de hát azért nem mindegy, hogy az ember azért melózik, mert muszáj, hogy megéljen, vagy azért, mert valamit saját magának előteremt. Egyik háztól a másikig ilyen ösvényekkel lehet eljutni. A telepen délután 4 órakor folytatódik a munka, addig pihenő van. Én ebben az összeeszkábált székben ültem le egy pár pillanatra, a látvány azonban lebilincselt. A domb lábánál egy kis tó található.
Nem sokkal mellette pedig egy kútál, innen hordják a vizet a házikók építéséhez. Időközben megkezdődött a munka, amiben persze egy kis móka is belefér. Lehet, hogy azért vagyunk itt ennyien, meg több ilyen közösség is kezd alakulni, mert kicsit más az értékrend, mint ma az általánosan elfogadott. Tehát nem azt nézzük a másikba, hogy mennyi pénze van, vagy milyen iskolai végzettsége, vagy milyen egzisztenciális háttérrel rendelkező ember, hanem, vagy hogy milyen családból jött, hanem önmagát nézzük. Donát egyébként teológiát tanul a Pécsi Tudományegyetemen. Szerinte az ember itt átszellemül, egyfajta szerepjátékot űznek ők itt. Új Szkítia viccesen játszótér felnőtteknek. Ez volt a Képtár, várom önöket legközelebb is, viszontlátásra!